A hétvégén át Félix vezette Ferrovox Event Budakalász rendezett boxgánát, amelyen a cirkáló súlyú magyar bajnok idő előtt lezárta a Vladimir Idrány elleni hat meneteset tervezett meccsét, egész pontosan az ötödik menet közepén nyert kiütéssel. Elég komoly. Jó reggelt kívánok, gratulálok, szervusz! Hát eddig egy kiváló profi mérlekről beszéltünk, ugye négy mérkőzés, négy győzelem, szuper, a statisztikák szempontjából eddig nagyon-nagyon eddig jó -nagyon jól állsz, és úgy tűnik, hogy hogy mondjuk a pontozásos győzelemtől haladván a nagyon brutális kiütésig, már lassan a repertoárodba kezd minden benne lenni. <laughs> igen, benne van minden. Hát euh, megpróbálom a nézőket és az ökölvás szerető embereket kiszolgálni. Uh -huh. Ez egy fontos része, hogy gondolom, a profi életnek, ugye? Nyilván, igen. Uh -huh. mint a, úgymond a profökölvásnál már egyéniségek vannak, uh -huh. és euh, most ilyen brutális képet nem szeretnék magamról, alkotni, de nem áll tőlem a távol se. segít ebben azért. Igen, igen. <laughs> Na jó, hát ez a természetesen része azért a harcnak, ezt pontosan tudjuk, hogy ezért ez, ez a, az ellen, ellenfél, hogy mondjuk úgy itt uh, idézős megfélemlítésének kell azért egy, egy ilyen eszköztárat is uh, ugye azért lehet, a pálya sorolni. Uh, az, hogy ennyire nagyon sikerült ez az ütés, azt hiszem, a kórházba is szállították, hogy idáig megfigyelésre, ez ö, sosem tudom, hogy a, az, az szempontjából lelkileg ez, ez, hogy dolgozandó fel. Jó, persze, hát ez a műfaj része. Így van. Ez ilyenkor az embernek azért úgy egy picit úgy a lelkét megdolgozza, vagy ez, ez, ez nem kislányok sportja? Tehát. E, igen, ez, ez, az egyik, hogy nem a nem kislányos sportág, ugye. Ő, nyilván mérkőzés után, hogy hallottam, hogy tényleg rosszul lett, úgy tudom, hogy eltört az álla, eltört az orra, és bevitték a kórházba megfigyelni. Nyilván ezt a fajta dolgot nem szeretem én se annyira. Ugye egy nagy harcosról beszéltünk, mert a második menetben tényleg egy gyönyörű szép ilyen jobb felült is után már arra számítottunk, hogy lehet, hogy föl is lesz adva a mérkőzés, és nem folytatja, de hősiesen harmadik, negyedik és ötödik menetben még visszőt, és még ő szerette volna tovább folytatni, és hát sajnos tényleg addigra már annyi ütést beszedett, hogy károsodott egy kicsit a fiúnak a, az, arc, az arca. Az arca sok szempontból. Egyébként az, hogy hogy egy ilyen ütés így, így sikerül, ez sok tényezőtől múlik, persze van, hogy maga ugye a vokszoló lép bele egy ütésbe, vagy azért ebben az is benne van, hogy mondjuk a te, te ütőerőd, mondjuk lehet azt mondani, hogy a te szakmai erényeid egyike? Nyilván van benne az is, hogy az. Milyen volt ez egyébként? Ez egy jobb csapat jobb volt, csapat. amit a, a homlok homlokteljéken mm -hmm. találtam el, de mondom addigra már beszélt, tényleg nem nagyon sok súlyos ütést. Mm -hmm. És hát nyilván az ütőerőm is megvan a, a, a cirkelós súlyhoz, és tényleg ez egy sok apró momentumból tevődik össze, mikor már ide el tud jutni a, a végül is a mérkőzés végkifejlete kellemetlen. kellemetlen. Imre, az, az, egy végül is nem tudom, hogy meddig örlődő döntés volt benned, hogy, hogy a, a félprofi státuszból a, a profi karriert választ, de ami összességében egy nagyon-nagyon eredményes amatőr pályafutás után azt gondolom, hogy egy teljesen természetes út, de valamelyes már elindultál el ez, hiszen Olaszországban, ahogy te magad is fogalmaztál egyfajta félprofi státuszt, töltöttél be, az, azokat az éveket hogy kell elképzelni, mennyi időt voltál Olaszországban? Három, csodálatos szezon töltöttem el Olaszországba, és előtte voltam fél évet kint Memphisbe, Amerikába, ugye ott indult az első csapatom végül is olavalósi volt, és utána a, az olaszok leigazoltak. Ő, ugye erről azt kell tudni, hogy az még az Aiba égiszei alatt futott ez a versenyszezon, ugye megmaradt a, úgymond az olimpiás, olimpiának való indulási jogom, itt a profiknál, itt már ugye teljes mértékben csak a profil körülés, itt már nincs olimpiai sport, eg, ebből ezen a szinten és tényleg azt mondom, hogy hogy nagyon sokat nyomott szerintem alattba, hogy ilyen könnyen át tudjak állni a profi uh -huh. stílusra, ugye négy szezon töltöttem ebbe a úgynevezett VSB-be és nyilván ez, hozzájárult, hogy azért könnyebben átálltam, ugye, ja, már kihagytuk a négymenetes mérkőzéseket. Ezt azt mondták, hogy nincs is szükséged arra, ugye, hogy a négymenetes mérkőzésekkel kvázi a profilékkört. Igen, igen. Legelőször ugye gyorsan belecsöppentünk, ugye mégis annyira nem nagy mélyvízbe hat meneten kezdtünk, ami számomra egy kicsit hirtelen megterelő volt, hogy a második mert ugye már a cirkelósúlyú magyar bajnoki címért ott még elég soknak bizonyult a tízmenet, menet, uh -huh. de hát építjük föl fel a... hogy, hogy érzed, kondícióban, mikor áll készen a tested, a fizikumod, de akár egy 12 menetes címérkőzése is? Ez nyilván függni fog, függ fog a, az ellenféltől is, uh -huh. de én úgy érzem, hogy elég jó pályán vagyunk azon, hogy, hogy így a nyár vége fele jövőre szeretnék már 12 menetet boxolni. Uh -huh. Jó, hát nyilván ennek a, ennek a szakmai felépítése az egy külön, külön munka, és nyilván egyszerű szakemberek segítenek benne. Az, hogy, hogy magának a pályának a felépítése, hogy te magad is mondod, hát profi, kezek közé került, ez mennyire volt fontos számodra, hiszen azért, a mondod, hogy nagyon jól érezted magad Olaszországban, ugye ebben a közegben, akkor azt, kellő hogy úgy mondjam, nyomatékot kellett tenni a te szerződtetésed mögé, annak érdekében, hogy, hogy ott hagyd azt a közeget, és azt mondta, hogy igen, itthon, és még hozzá egy, egy, egy nagyon ismert istálló részeként szeretném a profi pályámat elkezdeni. Igen, a három csodálatos évben tegőbb eltölthettem Olaszországba. Most így megkérdezem tőled, hogy hány mérkőzésemet láttál kintről, nem sokat. Pedig, pedig ott is élő egyenes adás uh -huh. ment a minden mérkőzésünk tévén, amit tényleg sokat nyomott a latba, az, hogy magyar menedzser, magyar televízió, uh -huh. és nagyon-nagyon jó a magyar közönség előtt, Bokszoni. Tehát jó volt ott, de már jöttél volna Igen, 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 igen. Meg, meg ez a, úgy mondom, ez a bőröndös élet egyik héten Olaszország, uh -huh. egyik héten itthon, na most megint vissza kimenni két-három Csak hogy lássunk hídre. bele abba, hogy ez a, egyébként innen nagyon csillogónak tűnő közeg, azért hát ez nagyon sok olyan hogy úgy mondja mellékzöngével, mellék vágányjal jár, ami nem olyan egyszerű. És ezt el kell van. viselni. Ez így van, így uh -huh. van. Tényleg nagyon sok lemondás, nem vagyok itthon, itthon vagyok, nem vagyok itthon, előre nem nagyon tudtam tervezni, ugye a súlycsoportomban ketten voltunk, és amikor az olasz srácnak nem volt kedve boxolni, akkor gyorsan engem bedobtak. Uh -huh. Ja, hogy ez volt gyakorlatilag egy egy benne volt hát a felelőtt igen, igen. bizonyos szempontból. Jó, hát itt teljesen más, Ugye az ember profiként, hogy te is mondod, elkezd egy olyan életmódot, amelyben már az ő személyiségét építik. Tehát itt, itt valóban ugye az a cél, hogy az ember ő maga, saját maga legyen a, a márka, a produktum, ami eladja önmagát. Hogy, hogy látod a horizonton a, a szakmai tervek? terveket? Ugye mondtad, hogy a jövő év második fele lehet talán mondjuk a, a profi pályafutásod első olyan jellegű csúcspontja, amiben, amire szakmailag készülnek kell? bízunk benne, igen. Ö... Hát ugye most ott, ott tartunk, hogy négy mérkőzés, négy győzelem, amiből kettő kiütéssel van. Megszereztem a magyar bajnoki címemet, Cirkelos úr, hogy én vagyok a, a bajnok, és a világranglistán már a top 90. helyen vagyok, ami úgy, úgy tesszük, nem egy, nem egy olyan rossz dolog, ugye magyar ranglista vezető vagyok. Ö, ugye lépcsőről lépcsőre mindent meg kell élni. Nyilván majd jönnek a nehezebb ellenfelek, a nehezebb mérkőzések, de hát nem szeretem a kihívásokat, hogy állok elébe. Na jó, hát akkor legyen kihívásból a 2015-es esztendőben is bőségesen sok. Köszönöm. És hasonlóan közösség szórakoztatós és közösséget kiszolgáló boxot láthatunk, remélhetőleg és lássunk tőled a jövőben. Igyekszem mindent megtenni. Sok a profi pályát, további Köszönöm, Köszönöm szépen.